Sziasztok, Zozoka vagyok! Játszunk akkor a Witcher 3, majd a Blood and Wine DLC-nek a DLC-vel, igen. Folytatás. Jól van. Nem tudom, hogy milyen lesz meg, mert fel kéne tölteni a videókat is a YouTube-ra, basszus! A Szovit hibáztassátok, légy szíves. Ugye az ő csatornáján láttam ezt a... Mert ideje megy, vagy ment. A Motorsport Manager játékot, és akkor eldöntöttem, hogy majd ha elém kerül ugye egy akció folyamán, és pont lesz pénzem, tehát ugye a csillagzatok is mind együtt állnak, akkor majd megveszem. Basszus! Iszonyú addiktív a játék. Vannak hibái, tehát most azért akkor a Szovinnál is lehet látni, hogy igen, tehát vannak hibái a játéknak, de ennek ellenére iszonyú addiktív a játék. Basszus, én már rég volt olyan játék, ami így hajnali egyig fönnmaradtam, és akkor nem tudom magam kialudni, mert ugye reggel meg időbe kell kelni. Aj, szörnyű. Szovi, menj a sunyiba. Oké, mit is mondtam? Ja igen, hogy leadjuk a küldit. Oké, zsoké, zsoké. És ha minden igaz, akkor csajhoz fogok menni. Mert valami ilyesmit is mondtam, hogy egy helyre lehet menni. Oké. És... Na várjatok azért. Ne kapkodjuk annyira el. Mert ha már itt vagyunk lent délen... Jó, akartam valami poént mondani, inkább lenyeltem. Itt vagyunk lent délen. Akkor nézzük meg egy kis kérdőjelet, jó? Mert itt elég sok... ilyen gyors utazási pózna van, és akkor kössük össze megint a... mit? A hasznossal, a... fontosat a hasznossal, vagy mi van? Hú, gyerekek, kemény lesz ez a rész. Azt a mindenit. Jut eszembe! A napokban fog megjelenni, mire ez a videó fölkerül, már lehet, hogy meg is jelent, most nem tudom pontosan, hogy... mikor fog felkerülni ez a videó? Ez lehet, hogy akkor hétvégén? Lehet, hogy akkor már megjelent, de hogy a napokban meg fog jelenni a Kingdoms Deliverers, mit tudom én micsoda. Ugye a csehek csinálták már jó pár éve ezt a játékot Kickstarter alapján, én nagyon régóta figyelem azt a játékot. Nagyon, nem új, de nagyon érdekes lesz a harcrendszere. Ugye legjobban arra lehetne hasonlítani, amikor mint a Elder Scrolls játékokban tudjátok. Tehát, hogy FPS nézet, és akkor ott hadonászunk a kardon. Valami ilyesmit képzeljetek el, de igyekeztek, és ezt nem tudom, tehát ez a legnagyobb kérdés a játékkal kapcsolatban, hogy amit ott kitaláltak ezek az emberkék, hogy az majd úgy hogy fog együttműködni? És nagyon kíváncsi vagyok a játékra. Én nem rendeltem elő, mert azért félek tőle. És tehát van másra is... Nekem... kell másra is pénz, tehát most az nyugodtan tudok vele várni. Legjobban érdekel például nekem most a PS4-es Colossus. Aminek nagyon szép lett a grafikája. És az jobban érdekel, megmondom őszintén, mert nem tudom, lehet, hogy már nekem csak a szemem kívánja a Colossust, de lehet, hogy akkor végigjátszom. Amúgy is már jó pár ideje, így mondom magamnak, hogy basszus, végig kéne játszani a Shadow of the Colossust, és jó, hát eddig még nem, de most talán most ezzel a PS4-es verzióval így, rávesz arra a játék, hogy akkor foglalkozzam vele. Leginkább mondom, tehát, hogy grafikán nagyon sokat tupíroztak, és nagyon vagányul néz ki. Meg ugye ott van, hogy 60 FPS, bocsánat, de csak akkor a PS4 Pro-d van, igen, tehát azért nem mindegy. Ha jól tudom, sima PS4-en csak ugye 1080p felbontás és 30 FPS, de a stabil. De a stabil. Maradj ott, ahol vagy. Jó, anyád! Anyád! Hát ez kiszagolt engem ez a rohadék. Ja, várjuk, és itt szörnyfészek van. Aha. Oké. Irden.
Jó? És kaptam egy jó kis trükköt, mert... Tehát, hogy maradjon az Irden. Mi már is. És egy picit több helyre rakjunk le így. Ott van... Na, gyere már! De nézzétek meg! Ú, de utána latos ellenfél vagy, mit csinál ez? Gyerekek, ne már! Na jó van! Tudjátok mit? Én itt hagyom őket. Nekem most erre nincs türelmem, hogy én ezekkel a... hülye százlábúakkal itt foglalkozom. Sokkal fontosabb dolgokról beszéltem én, úgy gondolom. Na menjünk, menjünk Geralt, korcsa érzünk. Jól van. Igen, tehát hogy Shadow of the Colossus például is jobban érdekel. És akkor ugye mit is mondtam? Ja igen, hogy, tehát hogy alap PS legyen 1080p és 30 FPS, de ugye a stabil. És akkor akinek van PS4 Pro-ja, és ugye nekem van, mert a VR miatt kénytelen voltam. Jó, nem voltam kénytelen menni, de azért... tehát a sima PS4-en nagyon gány. Ez így volt, betervezve nálam, hogy akkor ugye PS4 Pro lesz helyette. ott viszont ugye, akinek van 4K-s TV-je, az 4K-t beállíthat, meg 30 FPS-t. És a másik változat az pedig ugye a 1080p 60 FPS-sel. Meg ugye, hát még egyszer mondom, hogy elég szépen föltupírozták a grafikáját. Tehát ugye volt egy PS2 verzió, volt egy PS3 verzió. A PS3 verzió az végső soron alig különbözött a PS2-től, ha csak nem tényleg az, hogy ott is kapott egy nagyon pici grafikai tupírt. Meg ugye a stabil a framerate. De végső soron ez a PS4 verzió, ezt nézzétek meg, írjátok be, hogy Shadow of the Colossus PS4, és nézzétek meg. Vannak biztos összehasonlító videók is. Sőt, azt hiszem volt is, láttam is valamit, ilyesmit, és tehát tényleg elég szépen megcsinálták a játékot. Tehát az jobban érdekel, de azért figyelem ezt a Kingdoms valami, akármi Deliver, akármit, mert érdekel, tehát, hogy mégiscsak egy újszerű, nem mondjátok, hogy ott pisilt. Bizelt. Jó. Kerestem azt, hogy pipilni, pisilni, húgyozni, vizelni. Ja, vizelni azt szerintem az elég férfias is, egyrészt van. Másrészt meg annyira nem rossz, hogy most, nem tudom én, húgyozott egyet. Azt szerintem az nem szép. Az nem illik. A vizelés az igen. Az akar orvosi kifejezés lehet. Fiatalember menjen be vizelni a pohárba. Na, így gondolom. Ja, de most hova megyek? Ne, teljesen máshova megyek, mi? Oké, annyira belemerülök. Háj, de hülye vagy te, ember. Annyira belemerültem önnön hangom zengésébe, és meg ugye a témájába, hogy basszus, tehát kőkeményen itt csak baranglok. Megyek itt a Geráldal itt valamerre. Jó, tehát hogy igen, tehát hogy van az a játék, és akkor az egy picit ráér, úgy gondolom. Nézzük meg, olvassunk erről a teszteket, mennyire lett, tehát mennyire állt össze a játék, ennyi. Nem kell ezer itt túl hosszú lére elleszteni, bár csak azért is, mert akkor most már meg is érkeztünk, srácok, a leadandó küldünkhez. A kérdőjelet meg jó felderítettük. Amúgy valószínűleg, hogy az a szörnyfészek volt az. Csak aztán ott idegesítettek a száznából. Mentsünk egyet? Szerintem nem kell. Pretty face is hardly enough if they. Ez azért elég bunkó beszólás, barát. Says the most foppish philanderer of the southern reaches. You do better to tend to your vineyard and look less to the grapes. Ne, ez nem volt annyira bunkó, de fogjuk rá, hogy jól visszavágtál neki. Master Witcher, have you any news? Belgárd van ebben a könyv, tudom ki a szabotőr. Másikat már kérdeztük. Vermentino's problems got proof. A certain Count Crespi, he's at the root of it all. What, Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing.
He did have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible. You mean to say it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. In light of new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Wait just a minute. Do you mean to suggest we're to cooperate? It's the optimal solution, yes. In terms of the health of the Enterprise as well. I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to better watch it. Te se vagy ronda, ő sem ronda. There's much to be gained. So be it. I'm glad we've come to an agreement. One question remains. What's to become of Coronata and Vermentino? Got caught up in the investigation. Still got problems there, but I'll clear them up. Excellent. Then we shall await news in the matter. Preferably good news. Oh, aha, aha, oh, nem is emlé. Azt hittem, hogy tudjátok, itt vége lesz. Cica, szia. Nem Cirmusz cica vagy, hanem Tarka cica vagy. Oké. Oké, tehát azt hittem, hogy itt vége lesz, de nem. Tehát akkor nem. Akkor még itt csinálunk. Hogy állunk amúgy a pontokkal? Jó, még hátra van még 1000... Nagyon sok. 1100, valamennyi. Nem akarok most ezzel törpelni, jó? Úgyis van elég bajom most nekem az agyammal. Fú, azt mondja, hogy küldetéseket nézzük meg, mert ha nem csak annyi van, hogy segítsd, akkor viszont nézzük meg, hogy milyen messze kell menni. Be kell fejeznem szerintem a feladatokat, ahogy látom, ugye? Jól látom, srác. Valahol úgy így. Jó, akkor hol vagyok? Ott vagyok. Akkor ezt a felső kettőt kell ugye hamarabb. Vagy itt célszerűbb hamarabb megcsinálni, és akkor utána. Basszus, most én vagyok a gyerekek, vagy mi van? Mert ott a kis minitérképen kettőt mutat. Ja, ott van basszus. Jó, én voltam a vak. Jól van. Megnézzük a kérdőjeleket, de most már ténylegesen megnézzük a kérdőjeleket, jó? Nem csak úgy, hogy zozok a dumál, mint egy rádióműsorvezető, vagy nem tudom. Jár a szája, be nem áll a szája. Jó, tehát, hogy igen, megnézzük. Jó, szuper, nem tudom, mi lesz itt, meg találunk-e még valami érdekeset, de megnézzük. De rohadt jól! Páva! Ez nekem mondjuk, mint hirtelen cicának tűnt, de mindegy. Mintha nyávogott volna. Tehát rajhatról néz ki, ezt nézzétek meg, gyerekek! Azt a büdös mindenit! Ó, aj, de jó! Nem is tudom, hogy... Aki... Én szerintem, aki nem játszik, az buta! Nézzétek meg, tehát tényleg itt van ez a... média, ami ugye mindent egyesít, ugye? Hang, zene, látvány, irodalom, tehát hogy szöveg, stb. Kép, minden, és basszus! Ó! Hát ilyen csodálatos! Ez szinte mintha egy festmény, tehát lesz, igen, tehát nem jelenül vannak ezek a... Na, bocsánat! Na, itt vagyok! Nincs internetünk. Mondtam a bátyámnak, én most nem tudom megnézni, mert játszok. Mennyi fácán van itt? Na, újraindítja a routert, ugye, vagy a... Hogy nevezik ezt? Mindegy, modem routert, mert most nagyja egyben van. Aztán ennyi. Engem nem zavar be itt a Witcher közben. Mi az ott a távolban? Nagyon furi, ilyen kör valamit nézek ott. Na, majd megnézzük. Hát ez véletlen jó. Jó, persze, tudjátok, értem én, hogy a játékot is tudjátok, meg kell tanulnia, aki még életében nem játszott. Meg kell tanulni egér billentyűzet, vagy
ugye, ha nem azt akarja, akkor kontrolleres irányítást nem tudni. Nem olyan egyszerű, de meg lehet tanulni, hát most mindenki kezdte valahogy, nem? Írde nem vagyunk. Jó, ennyi. Ez valami tábornok néz ki, emberekkel a fedélzetén, akkor Igni. Vagy majd Árd, nem tudom, majd megnézzük. Emberek, vagy legalábbis kétlábú valamik. Let's dance. Nézzétek már meg! Hát a kis rohadé. Egész kemények amúgy. Ó, megjelent az IS. Gyere IS bácsi. Nem. Hagyjál békén. Jó, ez az. Még volt IS valahol? Aha, ott van a kis rohadék. Ó. De, ugranunk el a sziklától, Geralt. Ez az. Jó, akkor téged. Kaptuk. Megvan. Jó, ez egy nem jó, hogyha hátat fordítunk Geralt annak a banditának. Na gyere. Jó, megvan. Együnk meg egy kibelezett halat. Ja, jut eszembe, hogy... Nézzük meg itt ezt a karakternél, hogy valami magyarázatot kaptam arra, hogy... Igen, most kék van berakva, de... Vagy sárgánál... Sárgánál mondtad? Nézzük meg... Na mindegy, most megnézem összesen. Nem, ott vannak, tehát ott maradtak a... Ugye mondtam, hogy múltkor nekem ez a tűzpatak, ez itt kikerült innen. És nem volt tűzpatakom. És most akkor nézzük meg, hogyha pirosat rakok be, hogy akkor mit csinál. Akkor kiesik. Tényleg. Úgy néz ki, hogy a színek ütik egymást. Ez nagyon érdekes, és akkor ha úgy nézem, arra is kell figyelni, hogy akkor például... Ha mondjuk ide pirosak lesznek berakva, akkor ha itt a kéket rakok, mert most elfelejtettem amúgy, hogy mi volt berakva. Nem. Amúgy most legyen ez a sárga berakva, jó? Ez nekem most jobban tetszik. Oké. És akkor, tehát mindegy, de akkor így került ki. Tehát, hogy igen, tehát hogy ez nem egy bug volt, nem semmi, hanem ennek van ennek egy törvényszerűsége. Ugye erre kaptam egy információt. Viszont akkor most megint rakjuk be a tűzpatakot. Nem ő az, hanem ő az. Hol van a tűzpatak? Ez a fent... ott van, bocsánat, de hülye vagyok. Ott van. Úgy, és akkor ugye most ő engedi. Oda berakva, és akkor melyik is volt még a pajzs? Az aktív pajzs. Ez az. Jó. Na, ezt is megnéztük, ezért is jó tisztában lenni, mert hát, ha valaki hozzám hasonlóan erre nem jött rá, csak ott anyázik, mert hogy már megint mindenki más a hibás. Aztán kiderül, hogy nem. Köszöntöm szépen a hozzászólást. És nem is tudom, hogy most miért jutott úgy eszembe, de minden csak úgy eszembe jutott. Ott van még egy.
A sok szegény legény hagymát teszik. Van itt el nem küldött levele majd utána. Rézért. Ó, de sok minden van itt. Jó, és akkor nézzük meg. Priemek részére a Backlory szépségek gyönyörű házában. Öcsi, rövid lesz egy kicsi lényeg, de török. Kapja be Flibert, gebedjen meg Sirály és Lot meg kinyal... gebedjen meg Sirály és Lot meg kinyalhatja. Magam vagyok, annak a repülő ezüst tyúknak köszönhetően úgy élhetek akár egy zerikániai pasa. A fiúk is örülnek, mert a kereskedő kinyírás egyáltalán nem rossz munka, nem igazán fárasztó, és a vért le lehet mosni. És micsoda zsákmány, tegnap például egy karaván haladt erre, tele rumos hordókkal és szárított sonkával. Micsoda lakomát csaptunk. Ezért mondom neked, testvér, vágd sútba a bordélyházat és csatlakozz a jókedélyű bandánkhoz. Biztos vagyok benne, hogy anya minden este álomba sírja magát, ha arra gondol, hogy a fiacskája bordélyban dolgozik és jót tesz a szívének, ha megtudja, hogy én rajta tartom a szemem. Bátyán, Bartolome, Martin, akármicsoda, ez a Bartolome, ez nekem rémlik. Bartolome. Jó, lehet, hogy nem is róla lehetem, csak úgy, hogy Bartolome, de ez valahogy nekem rémlik, hogy valahol találkoztam ezzel a névvel, vagy filmekbe, vagy könyvekbe. Ki tudja. Tudjátok, az ember sokfelé megfordul jártában, keltében. Leginkább ugye itt én itt maradok a kis-kis helyemen. De amúgy a... jó, oké, semmi. Menjünk. Világtérkép. És nézzük meg, hogy akkor mondjuk ehhez a kérdőjelhez elmegyünk, és akkor úgy megyünk tovább. Az meg így van. Amúgy PS4-re kéne még önnem pár játékot, amit be kéne pótolni. Nem tudom, ezek a játékok, akkor most már én úgy vagyok, hogy figyelem, megvárom, míg lesz akcióba, és akkor megveszem, mert az a baj, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz időm velük játszani. Pedig jó játékok ezek mind, tehát itt a... Jaj, milyen down. Basszus, elfelejtettem. Az a horror játék PS4-em. Azt a mindenit. Na, nem fog eszembe jutni. Aztán ugye... Én a Personát is szívesen kipróbálnám, de az tényleg majd csak akkor, hogyha lesz valami olcsóbban. Tehát hogy... Nem tudom, úgy kívülről tetszik, de mégis életemben nem játszottam Personákkal. Persona 4 vagy 5. Azt hiszem az 5. Illetve melyik maga a másik játék? Ja, tudom már, az pedig a Uncharted-nek a DLC-je, annak sem fog eszembe jutni most a címe, mindegy. Az a biztos, hogy fogok játszani, mert igen, tehát az a biztos, hogy fogok játszani. Hogy vagyunk? Ó, azt a mindenit. Így vagyunk, hogy azt itt be kéne mennünk. Szörnyfészek, és le kell mennünk, tehát itt nincs mese. Hogy menjünk le? Egyelőre nézzük meg a fákját. Aztán, hogyha kell, akkor cica. Van cicánk, tehát nyugodtan lehet használni. Alig használok italokat, tehát hogy tényleg ember egy picit türelmes, odafigyel és lever mindenkit így, ahogy van. Az anyád! De megijedtem. Amúgy érdekes, tehát hogy az ember, nem, tehát a hangoktól ijed meg. Pláne, hogy ugye fülesen játszok. Hát bármilyen éles hang, én összekakilom magam. Hát mi a franc? Százlábú lesz? Jaj, ne, azt utálom. Na jó, figyeljetek! Rohadtul nem látok semmit, ígyünk meg egy cicát. Nem fogok én ott majomkodni. Hol van a cica? Nem tudom. Jó.
Szűrcsohó! Szűrcsohó! Ale. Abszolút nem látok semmit. Nem baj, megoldjuk. Ó! Ugorjunk oda, Geralt, gyorsan. Ne, ne, ne! Ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt. Ja, a szilcsók azok annyira nem rosszak, mert... Jó, ugrálnak az a baj, hogy ők is össze-vissza, de... Őket azért valamilyen szisztéma alapján le lehet verni, ezek az a hülye száznábúak. Ó, de rohadt jól néz ki. Nézzétek. Jó, tetszik. És azért emlékszem én régen is, hogy... Régen is voltak ilyen, tehát 80-as, 90-es években is tökre le lehetett csodálkozni az ilyen játékokon. Hát ott is tudtak szépet készíteni ugye a játékkészítők. Emlékszem például a Zishar 2-re. Mind a mai napig emlékszem arra a játékra, hogy ott nagyon sokan helyszín volt, ahol azt mondtam, hogy jó, de szép. Pedig, ha jól tudom, én ugye Amigán játszottam vele, és most nem tudom, hogy az AGA verzió az hány színű. Mert ugye nem merem megkockáztatni, hogy ott az AGA verzió az ugyanúgy 256 színű volt. A specifika... Ó, elmúlt a cica, sokat dumálok. Tehát ugye a specifikációk szerint ugye az Amiga 1002-es, tehát az AGA grafika azt tudta. A 256 szín, de aztán a gyakorlatban mégsem annyira, hanem inkább nem is tudom ilyen 64 szín, 128 szín, de amúgy teljesen lényegtelen, mert az ugye sokan elfelejtik, hogy például nem csak az fontos, hogy mondjuk hány szint tud egy valamilyen eszköz, ugye, hanem azt milyen palettából lehet kiválasztani. Mennyire lehet összekombinálni ezeket a színpalettákat. Mert például van egy másik játék, és az a baj, hogy annak megint nem fog eszembe jutni a neve, egy régi játék, aminek nagyon egyedi grafikája volt. Az volt az érzésed, hogy ilyen nagyon azonos színpalettából válogatták össze a színeket, de rohadt szépen nézett ki. Mire gondolok? Gondoljatok bele, hogy mondjuk van egy valami szürke, színtonusú grafikai játék. És akkor abból úgy válogatják össze a színeket, hogy az mégis ízléses legyen. Ja. Na, tehát ezt meg lehet csinálni, ezt meg lehet oldani. Ho! Azt a mindenit, a macska! Na nézzük meg! Hogy mire bukkant a kis zotya? Jó, és nem adott be a naplót. Jó, várjuk meg, hát ha beadja, ha nem, akkor bemegyünk a... Ott van. A tárgylistába. Na mindegy, mi ez? Lexandre naplója. Felégettem a hidakat magam mögött. Számomra nincs visszaút. Öltem és elraboltam azokat a nagymesteri tervrajzokat. Nyilván már is a nyomomban vannak. De talán sikerül hamar nyílbe ütni az üzletet, hogy délen új életet kezdhessek. Nem vagyok többé Witcher. Azt a mindenit, hát ez a macskákban nem lehet megbízni. Nem bízhatok The Launiban. Nagyon forszírozta a banditák tanyáján való találkozást. A tervrajzokat egy barlangban ejtettem, ahová köznapi ember nem juthat be. Ha minden simán megy és megkapom pénzemet, elárulom neki, hogy a kincset Broom vermei rejtik, és némi extraért akár el is kísérem oda. Ha nem megy simán és valaki megtalálja ezt, akarom, hogy tudjátok. Megérte. Megérte megölni az enyémet, megérte lopni, megért bármit, hogy szabaduljak a nyomorúságtól, amiben ez úton részem volt. Tehát, Geralt, te azt akarod nekem sugallni, hogy nézzünk jó alaposan körül? Jól van. Jól van. De aztán a Witcher érzéked működjön.
Ó, ott van valami kék fönt, azt már látom. Itt esetleg fölszedhetünk ezt, meg azt, meg amaszt. Fecskefű itt lent is megnő a barlangban? Hát ki gondolta volna ezt? Azt a mindenit, hát ki gondolta volna ezt? Hogy fecskefüget találok a barlangban. Hát ahogy látom itt fönn így igazából semmi. Akkor menjünk nézzük meg azt a kéket. Na, szeretnélek fölvenni. Ez az Geraldinho, kapaszkodj föl nekem. Ó, nézzétek! Itt van valami, vagy onnan jöttünk? Most így hirtelen nem tudom amúgy, hogy honnan jöttünk. Jó, akkor... Mennyi súlyunk van? Majd figyelj, oda kell figyelni. Na jó, van, nézzük. Szerelmes levél Bella de Guinness aláírásával. Legdrágább barátom. Gustav. Hogyan is hála... Gustav. Hogyan is háláljam meg a legutóbbi randevunkat? A következőnek már a gondolatától is túláradó öröm tölt el. El tudod hinni, hogy két korábban ismeretlen ember ilyen gyorsan, ilyen közel kerülhet egymáshoz? Kérdezted, hogy van-e valami, ami különösen drága a szívemnek? Nos, Gustav, mindig is vonult a virágokért, tragikusan elhunyt vőlegény Broom vermeiben szedte őket nekem. Hazudnék, ha azt mondtam, valaha is láttam annál gyönyörűbbet. Ah, a puszta gondolat, hogy te is megteszed, és erős karoddal szedsz csak. A szívem majd kiúlik a helyéből, ha elhozod nekem azokat a virágokat, azt... Az bizonyítja igaz szerelmedet irányomban. Örök szerető Bella bla 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 bla. Most komolyan gyerekek, lányok, ne kérjetek meg ilyen hülyeségeket a férfiaktól, jó? Na, adjuk már ezt, ne menjünk a virágosboltba, vagy kimenjünk a rétre és kész, ennyi. Ilyen hülyeségekkel traktáljátok a szegény férfi néven. Na jó van, ez is megvan. Oké. De azért még nézzünk körül, mert... Hát, ha... Tehát most nem tudom, hogy innen jöttem én, vagy honnan. Innen jöttem én, vagy honnan jöttem én? Innen jött... Nem. De, innen jöttem, csak itt akkor le lehet ugorni. Ó. Ó, de kis furi. Kis járat. Igazából sok értelme nincs is, mert csak annyi, hogy ott le lehet ugorni. Földerítettem én ezt a barlangot teljes tekintetében? Minden zege zugát? Erre volt... Mami Blue, gyerünk vissza! Arra voltam. Szerintem akkor igen. Szerintem akkor igen, srácok. Jó. Szerintem átnéztem minden. Minden zegezugát. Átnéztük ember barlangnak. Oké, és akkor nézzük meg, hogy... Hogy megyünk mi tovább. Most már sehogy. Most már megyünk ide. Most már sehogyé, hanem megyünk oda. Érdekes, hogy ez egy jó hosszú küldetés. Ugye nem felejtettem el, tudom, menjek vissza majd a... birtokomra, hogy szedjek megyet. Meg még mi is volt azt a mindenit. Ja igen, valami rabló lovagok vár, vagy kiszörűkő. Nincs elfelejtve, csak hát most... Ha már itt vagyok, akkor ezt most csináljuk meg. És ez még mindig jó hosszú, ahogy nézem. Ez a küldi. Tehát... Most 35 percnél járunk, tehát simán dipéteresen el tudom. Hihihihihihi. Ez milyen barlang? Simán dipéteresen el tudom azt hinni, hogy...
tudom, hogy itt voltam-e, nézzünk be, csak úgy benézünk, jó? Csak úgy finoman benézünk. Basszus. Ott le lehet ugorni, ott nem fogok meghalni. Új útjelző segítségre szoruló személyek. Ezt hol kaptam? Jó, ez semmi. Ez mit akart ez itt jelenteni? Mert itt ennyi ez a barlang, ahogy látom. Ez egy mackó barlang. Ó, ha ho. Azt mondja, hogy segítségre szoruló személyek. Bárki lehet. Menjünk Áldal mondjuk. Ó, az bunyó lesz. Az bunyó lesz. Gyorsan oda, Geralt! Ez az, Geralt! Őt is, Geralt! Szuper vagy, Geralt! Ennyi! Thank you, noble knight! I'd ventured north in search of herbs for a new flavored wine! When suddenly... Calm down, it's over. The bank Diddlers kidnapped me. Vagy még rosszabbat. Of collecting a ransom, I'm sure. Vagy az nem fontos? With Master Liam's troubles, he never could have paid them. Ah, but I'm free and safe, thanks to you. Should you need any herbs, I've a hearty stock at the Coronata. Will you work me there? Hát tudnék én ellent mondani egy bajba jutott hölgynek? Aki ilyen csinos? Nem. Lead the way, right behind you. Vagy mondanánk azt, hogy nem tudok elkísérni. Ja, de miért nem tudunk itt körbenézni, meg felszedni a halottaktól? Léci, hagyd menjünk vissza, aztán basszus. Nem, hát nem. Jó. Here we are, once again. I thank you for the rescue. Wish to look over my stock? Jó, kritizáljunk. Master Liam doesn't seem a diligent proprietor. He tries as best he can. It's not his fault our vineyard suffered plague upon plague. Plagues? What kind? Érdekes, hogy ezt már megcsináltuk. Mármint, hogy nyomon vagyunk, tehát ezt csináljuk, nem? Jó, mutasd az árudat. Mutasd az árudat. Sok pénze nincs. 165/170. Srácok, valamit el kell majd adni. Erre is majd időt kell fordítanunk. Hát most itt mit vegyek? Ilyen hülyeségeket vehetünk fagyüngyöt, de hát most kell. Jó, kell, vegyünk. Most itt hirtelen azon, hogy egy eszembe jutott. Te mi vagy? Hosszú rúbe, igen. Jó, ennyi meg egy bambi, mehetünk is. Aki miért megnézhetjük? Jó. Azt mondja, hogy alkimia anyagok. Hát én nem tudom, hogy ezt érdemes-e csinálni majd. Szerintem majd akkor ide benézek, hogyha majd még ennek is neki kell állni ennek a mutagénes dolgoknak. Jaj, várjatok, most nézem amúgy, hogy itt mutatja azt, eddig ezt nem figyeltem föl rá, pedig eddig is volt szerintem, de... Aha, mutatja azt, hogy hova érdemes benézni. Nézzük, ott van egy. Akkor ott a főzeteknél is van egy. Nézzük már meg, hogy ez mi az amúgy. Ó, kiváló rőtbagoly. Ezt nem tudok úgy rá, mindegy, gyártsuk le. Nem emlékszem, hogy volt a kiváló rőtbagoly.
cowboy. Küldetéseket nem érdemel, olajoknál is van valami. Kiváló ellátkozó. Olajt készítsük el. Jó, itt, és akkor más nincs is. Mármint, hogy ami fontos lenne. Jól van, akkor. Minden jót neked. Thanks. See you later. Jól van. Ügyesek voltunk, okosak voltunk, szépek voltunk, erősek voltunk. Bölcsek voltunk. Jó, már hagyom a bagyom. Világtérkép. Ó, de szuper, hogy nem kerültünk nagyon messze. Illetve, de? Most hogy van? Nem ott voltunk. Vagy ez volt az? Az a küld, vagy ezt most nem értem, mindegy. Mert itt vagyunk, értitek? Nem ide kellett jönnünk? Az volt az a segítségre szoruló személyek? Jó, na, akkor megyünk oda. Most nem tudom, ez egy picit már megint elbizonytalanítom, ami van. Várjátok, ott valaki. Ja, az egy kislány. Azt hittem, hogy valaki ott majd integet nekünk, és akkor tudjátok lesz küldi. Szokta így ugye a gép jelezni, hogy Orrit, mint a fájába szorult, hogy gyere, Westen meg, vagy Witcher, jó uram, meg ilyen hülyeségek, aztán tök jó küldiket adnak. Üdvözle, hellette mindenkinek, hát lefagyott a játék. Vagy kifagyott a játék? Teljesen mindegy, szétfagyott a játék. Oké, hát akkor valószínűleg, hogy akkor itt, ugye... ott vágom majd meg, ahol ide csöppenünk, mert ugye egy picit előbbre haladtam a játékban. De ugye mit mentett a játék? Nem volt sok amúgy pár perc. De és a sorom már eljutottam a... ahova megyünk, tehát ami benn van a célponton. Na jó, miért se csinált még? Lehet, hogy összefüggéssel van azzal, hogy most nincs internetünk. Azért hívott fel a bátyám, hogy nincs internetünk, na van internet? Hát mondom, nem tudom megnézni, mert játszok. Mert ugye közös internetünk van. És ugye ahogy most a egész ugye router modemet újra kell indítani, vagy pedig csak ott nála van valami gond. De hát nem tudom megnézni, de amúgy most igen, most kilépett a játék. Lehet, hogy pont azért, mert nincs internet, és néha így szeretne fölmenni az internetre és jelentgetni, meg mit tudom én. Nem tudom, milyen más védelem van a játékban. És azt szerette volna megcsinálni, és azért nem... tehát is mivel nincs internet, ezért úgy azt mondta, hogy és szétfagyott a dolog. Tudom, hogy itt most... én szerintem ugyanoda megyek, tehát ugyanoda megyek, de... lehet, hogy egy picit máshogy van itt a szitu most. De nem, szerintem ugyanúgy, ja, igen, látom itt is, igen, pont erre jöttem. Itt van a... ez a... szekér, így belement a vízbe. Ja, arra figyelnem kell, hogy körülbelül 20 percnek viszont ez a rész. De jó, az elsőnél ki kell vágnom a telefonbeszélgetést. Itt meg akkor meg majd hozzá kell illesztenem. Jó, mondjuk nem nagy munka. De... Meg kell jegyezni. De általában tényleg akkor úgy nem megjegyzem, hanem akkor ilyenkor, ha ugye megvan egy felvétel, akkor ezt úgy nevezem el, hogy ha esetleg bármit is kell vele csinálni, akkor odaírjam, hogy ezt és ezt kell vele csinálni, öreg, elfelejted. Na, hát itt vagyunk, ragyogunk. Van ilyen két hegyitról, vagy valami ilyesmi. És elég zoralok. Tehát, hogy itt egy picit jobban föl kell készülni. Például... Kven kell ellenük. Leginkább meg az kell ellenük, hogy akkor iszunk egy ekimarát. Meg is van. Jó. Meg... egy villámfőzetet. Jó. Vissza a fecske. A rőtbagoly is még megy? Hát megy, de már Geralt már a hányás szélén van. Jó, és akkor na most gyorsan.
Gyorsan. Ez az, megvan. Gyorsan. Gyorsan adunk a hegyi trollnak. Jó, oda Gerald. Mert ő fagyott le. Ugyanis kemények ezek a rohadékok. Az a baj, hogy olyan régen küzdöttem trollokkal, hogy így teljesen kijöttem a formából. Ha a hátán ütöm... Nem! Részi, nem! Ketten vagytok! Jó. Azért megy. Ne, öt! Jó, nincsen hatékony éjszaki szelünk. Berakjuk a remekművű kartácsot, meg a kvent. Jó, vissza az Ignire. Oké, megvan, hegyi troll. Hát igen, ilyenkor nem annyira jó a musapáncél, hát értelemszerű. De azért véd, tehát van neki megfelelő védelme. Na, dobni fogsz? Milyen jól dobott a kis görény. Na, megvan. Hát egy picit jobban fel kellett rá készülni. Szek, jók voltak, kemények voltak. Itt azért már jobban fel kellett készülni. Na. Jobban oda kellett figyelni. A dolgokra. Na, nézzük. Dobozka, palack, műfogak, levél. Levél Kozmó... Cirillinek, jó, testvérem. Elég ebből a habozásból, ebből a feszültségből, ebből a bűntudatból. Liam koronát gyakorlatilag semmit sem fizet, és neked családod van, akiket etetni kell. Tehát tedd azt, amit mondok, rakj meg egy szekeret hordokkal, új fűszeres borból, és éjszaka csendben, mint egy egér, szállítsd el a birtoktól. Indulj északnyugatra, és amikor átkelsz egy patakon, találsz néhány embert, akik rád várnak majd. Add át nekik a hordókat. Kétségbe esetten akarhatják ezt a port, mert csupán előlegként egy kellemesen tömött erszényt adtak el. Csak légy óvatos, mert egy pár gonosz helyről portyázik Blessur völgyében. Hogyan kerülnek ide trollok? Azt kérded? Hozatták őket a lovagi tornára, hogy megkezdjenek velük a tömeg szórakoztatására. Csak hogy megszöktek szállítás közben, és elkezdtek pusztítani szert a vidéken. Utó irat, rejtsd el az előlegből kapott részesedésed, mert ha valaki ilyen pénzt talál nálad, akkor elkezdenek kérdezősködni, és az üzletünk gyorsabban véget ér, mint ahogy elkezdődött. Tanácsolásd el egy trágyadomb alá, hogy senki sem fogja keresni. Hát... Ja, nem nagyon szoktam trágyadombokban turkálni, végsősorban igen. Na? Ott volt! Kifosztás, Gerán! Basszus! Na. Feljegyzés tintatartó. Feljegyzés gondolom az csak szétszedhető alkatrészeknek. Típusú dolog. Vakond nyíl. Zöld. Páncélfesték. Igen, le fogunk terhelődni. Abszolút le fogunk terhelődni. Na már csak egy van viszont, srácok. Egy küldetésünk van, ami ugye pont, hogy messze van. Ezért valahogy nekem ezt úgy kéne megoldani, hogy... Ja, nézzük meg azt a kérdőjelet. És... elmenjünk egy gyorsutazási pontra.
Aha, és szerintem előbb eladjuk a cuccot, ami nálunk van. Tehát elmegyünk a városba, és úgy megyünk majd tovább. Remélem, és tudom, hogy mi lesz itt majd ennél a kérdőjelnél, majd kiderül. Lehet, hogy le is fogunk terhelődni. Most nem akarok meginni már semmit, amivel ugye kitolhatjuk a súlyhatárt. Basszus, pedig pont ilyen emberek vannak ott. Na akkor, maradjunk a jó rekkő ennél. Ez mi volt? Kioltotta egymást? Vagy ez, tehát ez mi volt? Érdekes. De csináld már egyszer ilyet a játék emlékeim szerint. Na jó, gyorsan. Munkás! Jaj, ne! Jaj, ne, ez hosszabb lesz. Basszus, kulcs! Ez ugye kérdőjel. Akkor ne csináljuk meg ezt a kérdőjelet. Srácok. Jó, ne csináljuk meg ezt a kérdőjelet, mert... El kell adnom a cuccokat előbb. Majd ide úgyis visszajövünk, tehát akkor ne bántsuk ezt a kérdőjelet, jó? Ha nem megyünk, akkor a gyorsutazási pontra. És úgy megyünk majd tovább. Az a röld bagoly az ilyen sokáig ott marad, nézzétek meg! Tehát ugye a Ekimara párlat ott van. És az meg a röld bagoly, ha jól emlékszem, az a... Hogy van? Igen, a kiváló röld bagoly. Kiváló fecske maradhat. Várjatok. Nagyon picit lehet, hogy meditálok. Most ezt nem tehetem meg. És most? Érdekes. Jó. Jó, elmúlt ugye minden. Érdekes, hogy ez a röld bagoly az olyan furin bebágzott. Jó, tehát elmúlt minden. Amúgy azt nem tudom, hogy ilyenkor az Ekimara párlat az miért múlik el ilyenkor? Az Ekimara párlat ilyen hamar nem múlhat el. Nem? Vagy de? Jó, bocs, de igen, ott van neki marad párlat, mert 1800 másodperc és... 1800 osztva 60-nal, basszus kulcs. Bocsánat, ezt megnézem. Nem tart sem ennyiből, ti meg addig malmozzatok, vagy nézzétek meg addig ti is a okostelefonokat, jó? Tehát 1800 osztva 60-nal. Az 30... Ó, az pont fél óra, meg körülbelül fél órát... ugye van az a legkisebb meditálás. Nem is körülbelül, azt hiszem pont fél óra az a meditálás. Nem is az... Ó, várjátok, hogy van? Tehát, hogy 9... Az fél óra. Szerintem. Egy ilyen fél óra. Nem. Na, hogy van? Tehát 6, 7, akkor ez egy óra? De miért? 8, 9, 10... De jó, hülye vagyok. Oké. Jó van, ezt is tisztáztuk. Ha ezt nem tisztáztuk volna, akkor én nagyon rosszul... Be tudunk itt menni, fiúk? Nézzük meg viszont, hogy merre kell bemenni, mert nem akarok hülye... Aha, jó fele megyek. Tehát, hogyha ezt nem tisztáztam volna, akkor én nagyon rosszul éreztem volna magamat. Ó, de rohadt jól néz ki. Ohohohoho! Menj az anyádba! Ezt nem hiszem el. De lehet itt valahol menni. Tehát engem most miért hoz a játék ilyen helyekre? A kurva! Basszus, de most miért szivat a játék? Ezt nézzétek meg, gyerekek. Basszus, kulcs. Basszus, kulcs. Ezt nem hiszem el. Pedig de. Jó, remélem, hogy túléli Geralt. Jó, azt a mindenit.
Pedig pont gondoltam, hogy mentek egyet, de mondom most minek. Pedig kellett volna, mert akár itt meg is halhattunk volna. Szerencsére a játék nem ennyire szigorú. Na, jó. Szerintem ez így hamarabb megvolt. Ezeket a hülye szűrcsókat meg most hagyom. Meg a barlangot is hagyom. Csak azért, hogy beleférjünk abba a 20 verze, tudjátok. No, akkor gyors utazás. És hát akkor menjünk szerintem ide a főhelyre. És menjünk az a hercegi kamarás. Menjünk ide a páncélos ütészhez. Így. És talán ő van egy picit közelebb hozzá, de amúgy meg lényegtelen. Na jól van. Pár másodperce nem múlik itt most nekünk semmi. Nem Forma 1-es pilóták vagyunk. Oké. Gyorsan eladjuk a cuccokat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Tényleg? Jaj, baszd meg! Ez jó volt, gyerekek. Greetings. Jól halad, igen. Hadd nézzem, mit van. What do you have on offer? Meg leginkább, hogy mennyi blóvéd van. Na jó, van, nézzük. Eladható. Úristen, ilyet mikor használtam utoljára nyílpuskát? Hó. LT tartás összehasonlítás. Csak az medve nyílpuska. Tehát, hogy amely bónuszkat kapok, az nem biztos, hogy megérít a sebzésbe. Eladjuk. Oké, van itt még esetleg bármi, amit el lehet adni ezen a részen? Szerintem ugye itt nincs. Oké. Lobogó őrpáncél. Jó, azok maradnak. Marad. Eladható. Eladható, nem adható el, eladható. És akkor ugye azt hiszem, szerintem itt sincs semmi, ami más, amit el kéne nekem itt adni. Aztán nézzük meg, hogy esetleg még mi az, amit itt eladhatunk. Például... LT. Hát... Nem mondtam én ezzel kapcsolatban valamit, hogy ez az Erikeni nyeréktáska, ez kell nekem? Mert ugye most jobb van nálam értelemszerűen. Az a baj, nem emlékszem. Az Erikeni nyeréktáska. Szerintem nem. Ez esetleg... 5 lovagi erényszem ellenzője. Basz, mennyi súly? Jó, nem olyan sok. Maradhat. Akkor még itt mi van? Küldetési tárgyak, hegyek. Alkímia, hegyek. Mondjuk a tárt készít... nem. Maradjanak. Fogunk még mi gyártani lovagi páncélokat. Maradjanak ezek. Esetleg itt az egyébnél ugye lehet megnézni azt, hogy például... ár vagy súly alapján... bekalibrálom. Hát igen, de viszont ő nem vesz meg semmit értelemszerűen, mert nem ócskás. Jól van. Ezek a... nyakláncok meg ilyenek meg nem sok.
súlyt foglalnak, és pénzük megint van Dögivel. Tehát én legalábbis úgy gondolom, hogy 16 ezer korona az jó. Oké. Nézzük meg a javítást. Szeretem mindig akkor itt megcsinálni, mert akkor használatban lévők javításra, és voilà, meg van csinálva. Oké, nem szedünk szét semmit egyelőre. Ennek is még majd neki kell állnunk, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen páncélokat tudunk legyártatni. Például ugye most szedtünk össze macska. Nagymester itt például. Na, de azt majd akkor később, jó? Akkor az később. Nézzünk. Akkor gyorsan egy gyors utazást. És akkor igyekszem akkor ugye, most ezt a videót úgy lezárni, hogy megcsinálják ezt az utolsó küldőt. Jó. Szerencsére minden út valamilyen utazási póznához vezet. És akkor... Ó, basszus kulcs, hát... Hát... Ez a Bakleri palota, ez hova rak minket? Nem ugye a hegytetőre. Mert megint nem fog tudni lekecmeregni, mert ez van hozzá közelebb. Na mindegy, nézzük meg. Ha nem jó, akkor ugye még tovább teleportálhatunk. Csak szegény Geralt adzsákot fog kapni a sok teleportálástól. Jól van. Hát... Eléggé zegzugos. Zegezugos, most nem figyelünk senkinek sem a szövegére. De talán, hogyha követjük ezt a GPS jelet, akkor... Akkor... Jó, nem, kövessük a GPS jelet, basszus. Na jó, tudjátok, mint mentsünk egyet. Mert hogyha esetleg mégis úgy döntök, hogy... megpróbálunk leszánkázni megint valami meredeken, és meghalnak Geralt, akkor... legyen egy saját mentésünk. Mert ugye ki tudja, hogy a játék hol ment. Hol méltóztatik menteni a játék? Amúgy a Shadow of the Colossus sajnos, hogy elolvastam a tesztet, így is úgy is megvettem volna mondjuk, dobozosan és dobozosan. Tehát itt most ez nagyon fontos, hogy ez dobozosan legyen meg és nem digitálisan. Hogy igen, sajnos az irányítás az még mindig nem tökéletes, de hát én mondtam, hogy most bármikor is esetleg kijöhet hozzá valami patch, ami ezt orvosolja és javítanak az irányításom. Lóval nehéz lovagolni, meg ilyenek. Na, majd, jó, majd kiderül. Én amondóval légy, srácok, hogy majd kiderül, hogy... tényleg, hogy most... Ó, szürcsóhó! Szürcsóhó! Menjünk Vennel, mert az jó. Menjünk Ignivel, mert szintén jó. Ajajajaj! Miért? Miért nem veszi el a kardot elő? Azt mondja, anyádat! Jó, időközben elmúlik a Kven. Persze, mert miért ne? Aj, de utálom. Nem baj, leverjük őket, srácok, így is úgy is nem. Nem kell itt aggódni. Na. Nem kell itt aggódni. Leverjük őket. És ugye gondolom, akkor be kellett fejezni a küldetéseinket. Tehát ugye volt a csajnál egy, aki most pont ez volt az utolsó, és ugye fönt a csókánál, meg tényleg, ha jól emlékszem, akkor kettő. És akkor végső soron ennyi, jajajaj, megszüntettük a birtoknak a gondjait. És akkor gyorsan visszanyargalunk. Igen, ezt bizony, most nem mondom azt, hogy... De, mert most van időm, srácok. Hány óra van amúgy?
Jó, igen, tehát most már nem veszek fel újabb részt, most már ebéd előtt már nincs időm. Tehát, hogy, ja. Lehet, hogy addig játszok valami VR-os játékkal. Szerintem menjünk most erre, mert a Buckley palotához nem akarok fölnyargalni. Menjünk ő hozzá. S tudjátok, mit fogok csinálni? Keszegezni fogunk, jó? Olyan rohadt rég lovagoltunk keszeg kollégával. ami lehet, hogy most... Jó, oké, megijedtem itt a nagy vízlápán. Hogy ez valami ocean, de nem. Ezt láttátok, hogy ugrattam én keszeggel? Ezt nem keszeg csinálta, ezt én nyomtam meg a valamelyik gomba. Jó, lehet, hogy nem a keszeg csinálta. Ja. Tehát gyorsan akkor most le is adjuk ezt a küldit. És valószínűleg, hogy... itt vagyunk. És valószínűleg, hogy úgy is lesz, hogy akkor elmegyünk a birtokunkra, és ott lesz vége ennek a videónak, és ott fogjuk kezdeni majd a következő részt. Rendítsek? Remélem, hogy itt már nem is semmi. Mert ki tudja, hogy nem elvisz tovább minket valamilyen szinten a játék. Drumming up work for yourself, Witcher? Nem. The steward told me you dispatched those belly-aching suppliers handily. What's this? Good work. Thank you. I never thought I'd hear praise from your lips. Usually you find fault in everything I do. I don't find fault. I'm merely honest. As I am now, you did well. Akkor mondjuk úgy, hogy lehetnél kevésbé őszinte, jó? Master Witcher, have you any news? Solved your problems. Coronada and Vermentino can both go back to operating normally. Under the circumstances, it is my pleasure to announce that the title to the Belgard Vineyard will officially be signed over to the new consortium the two of you shall form. Truly? I cannot believe it! We've done it! Oh, thank you, Witcher! Én tudom, és nem természetben. Yes! Well deserved, I dare say. Here! 5 tapasztalati pont. 760 korona. Far be it from me to insist, but I've a feeling a professional's aid might yet be useful to you. Let's not get ahead of ourselves. Come with me. It is high time you saw Belgard. Jó, a pénzben amúgy elég szép. I'm not sure I liked his tone. Come with us, Witcher. Something tells me we shall have work for you yet. Jó, legyen az, hogy később majd csatlakozok, jó? Join you later. Need to tend to something else first. Legyen az, srácok, hogy majd később csatlakozunk. Jó, más nem ír semmit a játék amúgy. Semmit. És akkor menjünk vissza. Menj Belgárdba. Jó. Majd megyünk, így van. Itt van. Ez az, voilà. Na, és akkor itt lesz vége, srácok. Itt lesz vége a ma esti mesének. Jó, szépen. Mossatok fogat, fürödjetek meg, és feküdjetek. És én gyorsan elköszönök tőletek, mert csöngetett valaki. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!